Sziasztok! A mai videóban Minecraftos Easter eggekkel fogunk foglalkozni, és ez a pálya pontosan ebből a célból készült, hogy bemutassa az Easter Egg-eknek a többségét. Ott lesz a letöltési link a leírásban, 1.13-as, és itt is ide van írva, hogy what is the Easter egg, tehát hogy mi az Easter egg. Az információkat már elolvastam, úgyhogy azokat most nem fogom megmutatni, mert nagyon-nagyon durván hosszú. Nem akarom húzni a szót, hanem inkább kezdjünk is bele. Csiki készítette ez a Youtube-ja, a Discordja ja és mindene együttvéve. Itt van, hogy kik játszották ki, és nagyjából ebből áll a lobby, úgyhogy szerintem kezdhetjük is. A lényeget fogjátok látni szerintem. Főleg úgy, hogy van itt egy nulladik tutorial szint, amiben szépen bemegyünk. Itt már vannak itemek, és ki kell találni azt, hogy melyik az easter egg, és még vannak segítségek is. Tehát rányomok, és akkor kiír valamit, hogy easter egg. Most speciál ez az easter egg, tehát rányomok. Korrekt, és mehetünk tovább az első szintre. Uh, és hogy miért literally easter észterek, tehát hogy ez ez volt az észterek, miért nyomnánk mást. Oké, okay. akkor mehetünk is. Ez az első szint, és ki kell találnunk azt, hogy melyik a, az easter egg, ez a négy mob közül. Én a falusira száznék egyébként, és jó is. Mivel uh, volt egy ilyen falusi is dolog még 2015 körül, azt hiszem De itt a Clarification. Ó, oh, igen, April Fools, tehát hogy az áprilisi tréfa alkalmából, 2014-ben minden playernek villager volt, <laughs> igen, ez nagyon-nagyon ez érdekes volt. És, és itt vannak ezek a CD-k, és azt tudom, hogy ez tök más, mivel van egy ilyen, nem is tudom, valami hong hang térkép, vagy vagy nem tudom. És abban vannak ilyen érdekes dolgok, ezeket ugye még régebben láttam, aha, pontosan azért, amit, amit mondtam. Szóval, hogyha egy Spect programba lejátszok, akkor kirajzolódik belőle Steve és Herobrine-nak az orca, illetve 12418-as szám, ez C418-nak az aláírása. Akkor ezek közül, hát ezt, ezt nem mondanám, Mr. Eggnek, a tök az, oda van írva, hogy faragatlanul vagy faragva. A láncot azt ugye nem lehet craftolni, de semmilyen. Isterekhez nem lehet kötni, viszont az elitra, az ö, szerintem ilyen elég isteregesnek tűnik, mert ö, ilyen van egy másik másik játékban is, és esetleg arra lehet egy utalás, de mindjárt megnézzük, hogy ö, hogy az mitől mitől easter egg. Ja igen, tényleg a Super Mario 64-be van egy ilyen ö, elitra, ami ugye segít abban, hogy Mario tudjon repülni. Aha, hát ez a nyúlás, ez rém egyszerű. Ugye erre van 0,01% esély, azt hiszem, hogy spónol a saját világotokba. Ugye ez a, hát hogy mondjam, mérges nyúl, vagy nem is tudom mi a pontos neve. Ugye ezek meg csak sima nyulak, szóval semmi extra nincs bennük. Talán ezzel akartak megtéveszteni, mert ugye ennek is piros a szeme, de ezzel látszik, hogy ez ilyen kis mo morcos, vagy nem tudom. <laughs> Úgyhogy ezt, ezt elolvassuk azért, hogy mit ír a clarification -be. De de Killer benni, tehát a gyilkos nyúl. Jó, ja, Monty Python van. Aztán azt mondjuk nem tudtam, de csak ahogy tudtam, hogy ugye ez nem egy ö, olyan gyakori mob a Minecraft-ba, és 1.8-ba jött be. De nem csak kommandal lehet, hanem van 0,01% esély, hogy spawnol a világba is, ha jól tudom. Kapitány Sparklez, Notch, Acromen Dead Mouse hát őt szeretné, hogy kiátsza a pályát, szóval őt uti nem. Notch az nem egy easter a minecraft mert ő csinálta ugye, őt nem tudom, hogy ki. Viszont a Deadmau5-t azt tudom, ugye marshmallow volt egy ilyen, hát nem az, hogy vita, de van egy nézeteltérés, ugye, hogy a, a Dead Mouse is egy ilyen állarcos DJ volt, szerintem már nem nagyon munkálkodik és, és ő minecraftozik, Tehát ez olyan, mint a marshmallow vagy a fortnite a Marshmallow, ugye kapott ő is külön kinézetet, és Dead Mouse is, ha jól emlékszem, kapott egy ilyet, hogy megnyomjuk. És jó, mert hát tudom, hogy Dead Mouse az... Ja, kapott egy fület! Igen, tényleg, és akkor neki kicsivel fejebb van a neve, és hogy is van, Famous, igen, azt jól tudtam, igen, adtak neki egy extra, extra lehetőséget, vagy kinézetet, a füleket. Szóval annál hogy ez az igazi Dead Mouse, hogy így néz ki. Ezek közül melyik a, az easter egg? Az a vicces, hogy ezeket, amik előbb voltak, mindet tudtam, mert ugye én régebben nézegettem ilyen videókat, hogy mik, milyen Minecraft easter vannak, és ezért pontosan lehet tudni őket. Ja igen, tényleg is a zombi Pigmennek van egy ilyen skinjébe rejtett valami, ami ami eltér a többi, mert a többiben nincsen, nincsen ilyesmi. Igen, 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 tudtam. Tehát, hogy benne van ez a Tanks szafóbia, szóval, hogy ő csinálta ezt a skint. És így köszöntünk meg neki, hogy, ö, hogy ezt megcsinálta. Akkor, itt mi, mi a, mi a helyzet? Culture, call, csörkol, ilyen agyag, torta, meg chest. Hát ez most nagyon, nagyon-nagyon érdekes. Hát én igazából a tortára mondanám, de nem tudom, most kivétesen nézzük egy hintet. Láj. Akkor a torta. Így is van. <laughs> akkor, a, akkor, a, torta. Tehát a lekraftolsz egy tortát, ezt kapott az achievementhez, hogy The Lie. Ami azért egy easter egg, mert ugye ez a portál game -be is ö, benne van már, mint az a The Kék lie mondat. Akkor a kövi, ezek közül... Hm... Talán ez a hal. Még életemben nem láttam. Úgyhogy... <laughs> lehet, hogy benne van a game de én nem, nem emlékszem rá. Soha nem láttam ezt a halat, viszont a többit azt igen. Úgyhogy sz ezért szerintem, de lehet, hogy aztán nem. Ó, hát akkor, akkor nem. <laughs> Ak akkor nem azért, mert nem láttam még soha, hanem azért, mert mindegyikre lehet például szint váltani, meg ilyesmi, viszont itt nem. Ezek közül az easter egg. Hát ezek mind full alap cuccok. Crafting table semmi, chestbe semmi, furnace... Hm. Nem akarok hűséget összenyomkodni, mert nem akarom előről kezdeni a pályát, azért szóval hint. Christmas. Hát a christmas a ládák változnak meg. És jó. Mert ugye, ugye bejönnek a karácsony alkalmával másik ládák. Igen, hát pontosan jól mondtam, nagyon jó. Hát annyira jól megy ez a game, nem úgy, mint a verzió kitalálós, hát ez, az, az nem ment ennyire. Ezek közül valami töreg. Én most ezt a szenet mondanám így legelsőre, mert ugye ezek ö, régebb óta ben vannak, ez viszont nem, de most ugye nem ilyen verzióra megy az egész. Most vágod, most csak tippeltem és úgy általáltam. Mi ez volt már benne a játékba? 1.6.1-ben. Ja, hogy bejelentették a Minecraft 2.0-át, és ott volt belerakva, úgymond ez az egész. És hogy a... Ah, hogy ugyanolyan textúrája van, mint a Restonnak, csak feketébe. Na, hát ö, ma is tanultunk valamit, igazából ez full véletlen. Nyomtam meg így. Hát most érted, melyik az easter talán az enchantmentes, mert ugye azt nem lehet már craftolni. Inkorrekt, és nem halunk meg, ha inkorrekt. De miért? Hát ez nem lehet. Vagy visszarakták meg craftolását, de szerintem nem akkor ez. Úristen gyerekek, itt valami nagyon nagy probléma van. Micsoda! <laughs> Jó, hát akkor ez az első, amit nem igazán tudtunk, az alma. De ez ki fog derülni, hogy miért. Ja, hogy Nocs dobna még egy almát a halálunk után, így az inventoringba. De hát ez törölve lett, miután lelépett a cégből. Akkor talán ez is töreg ezek közül, mert ezt nem lehet lekraftolni. Micsoda? Hát ne ide, akkor a creeperös. Jó, mert hát abban van egy creeper face, de ezt nem, ezt nem lehet lekraftolni, ezt csak izével lehet leírni, kommandal. És gondoltam, hogy azért. Igen, creeper face, hát jó, de az most nem, nem tudom miért easter egg, na! Ó, ez, 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 mert ezt, izé, lehet ő, horgászni. Tudod, amikor horgász, akkor néha kikaphatsz ilyeneket, jó, oké, okay, jó, hogy beugrottam úgy. Igen, 12% ö, esélyed van arra, hogy ö, kihalázd. Igen tökre nem létezik, ezek közül meg a zombit lehet megkapni. Inkorrekt. hát akkor csak összenyomkodjuk, nem, fogalmam sincs. Creeper fej? Miért a creeper fej? ez mindjárt, mindjárt kiderül. Ha az egyik zenét berakod, akkor egy Creeper arcot rak ki ez a Spect program. Uha. <laughs> Jó, hát eh, egyre nehezebbek ezek az easter kérdések, és már fogalm nincs amúgy, hogy melyik miért lehet. Úgyhogy eh, innen már csak tippelek, mondjuk ez inkorrekt. Nem, akkor ez. <laughs> jó, talán azért, mert ezt nem, nem ezt nem lehet lerakni, csak van. A Super Flat world mész a 15, 15V14 A snapshot -ba. Hogyha fölülről néztem egy nagy adagnyi havat, akkor kialkotott egy QR kódot. És hogy ez kiadta az 1.9-es update-nak a nevét. Wow, ezt nem tudtam. A nyulak közül melyik lehet az easter egg? Ez se jó, ez se, hát akkor ez. Nem tudom, őszintén megmondom playernek, a barátnőjének, az elszett nyulának a kinézete. Értem. Szóval akkor mondjuk meghalna az aranyhalom, és elküldöm a mozsangnak, hogy Lécike, rakjátok már bele a játékba, akkor bele rakják, vagy what? Újabb nehéz kérdéshez érkeztünk el. Ez az ax. Igen. Jó. Meg, egy idő után már meg lesz. Jó, hogy, ja, hogy csak ez izével, csákányjal, ja vágom. Ezek közül ezt és ezt életemben nem láttam még. Bám! Nem tudom, tehát hogy azért nyomkodom végig, mert fogalmam nincs ezekről, de őszintén megmondom. A végefele már nagyon nehéz kérdések vannak, mert hát így az újabbakat már nem tudom, ugye az újabb víztöregőket. Na nézzük a hintet, nem akarok szimbólumok. Akkor ez. Korrekt, így is van. A szimbólumokat tartom, az ami a Galactic abc -ben van benne. Na jó, srácok, szerintem itt most megállunk. Hogyha szeretnétek, akkor innen fogjuk folytatni azzal, hogy melyik nem easter egg, úgyhogy szeretném nektek megköszönni a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha így van, azt jelezzétek egy lájkol és egy feliratkozással, Sziasztok!